Elindítottam a kapitány úr. Veszed a kormányost? Aha, most te vagy a kapitány. A kapitány utasítására tartja az irányt Badacsony felé. Így igaz. Jó, közepes szélbe haladunk. Remek időbe. Mennyi, október 5-6, mennyi van most? Október 6. Na, akkor két nap van születésnapom után. Na, ez teljesen. Gyönyörű. Sok hajó van kint, rengeteg utolnál. Főleg arra, a Boglár lelle körül lehet, hogy még versenyes van. Ahhoz képest, hogy ilyen félszélvel. De most megint gyorsulunk, ja, most föltámadt egy picit. 83, 84. Ja, de nem is érezni annyira, hogy ez a kis gyenge szél vitorlá, vagy azért a zászlót addig viszi ki. Azt mégis úgy megyünk, mint a golyó. Meg kell emlékezni róla, hogy Lajost és azt a sárga jót helyben hagytuk. Azért nem ködött ki a Lajos, mert nem akarta, hogy a szekáljan szerintem. Na, sétálok egyet körbe. Megnézem, hogy mutatsz ott a kokpitban. Nagyon jó mutatsz. Ja. Nehéz a kormányosok élete. Legközelebb mikor jövünk le? Jövő hét vége. Jó. Na, jó idő lesz. Jó, megyünk. Pedig alig van kis szél. Lengedező. Jó, ez a hajó. Tomi hiányos. Tomit fölhívtam. Már megbánta, hogy nem jött le. Mondjuk nem is nagyon hívtam szegénykémet most. Persze. A lányokat is. Mármint a te lányaidat is. Csinálunk egy gyerekes túrát, van? Ja. Így igaz. Túra gyerekes. Szemesre is át kellett volna mennünk, de az elmaradt. Hú, pedig az nagyon jó hely. Ja. Meg ezzel hajóval gyorsan ott lehet lenni, akárhová akarsz menni. Tudod, nincs az, hogy soha nem érünk oda. A Mamma Mia-val azért azon nehezebben indultam el, tudod, mert nem volt egy gyors hajó. Aha. Na, voltunk azzal is Szemesen. Voltunk, ja. Jöttünk, mentünk. De ezzel meg tényleg az van, hogy egy óra, két az ott vagy. Ez, tehát tényleg nem ügy, nem távolság. Úgy, de gyönyörű az aranyhíd. Nézzük egy aranyhidat. Aha. Klassz. Oké. Ezt mindjárt beérjük ezt a hajó. Nemrég még jó távol. Jó, helybe hagyjuk. Jó, megállítom akkor.